Na, hali-hali. Hát nagyon nem akarok mentegetőzni. Tegnap igazából egy órán keresztül, majdnem másfél órán keresztül beszélgetés volt, úgyhogy nem nagyon voltunk fönt a városba. Úgyhogy a mai napra tolódnak itt a dolgok. És mindjárt földzsonunk rágyóra, megkérdezzük, hogy ki van itt, ki van fent. Aztán elkezdjük szépen lassan összeszedni itt a csapatot. Aztán itt középen találkozunk, és igazából a elsődleges célunk most a drog készítés, mert ugye egy fix rendelésünk van már rá, illetve lesz rá majd még egy rendelés, úgyhogy igazából ennyi. Ez megjött papi. Fekete lett a Volvo. Na jó van, úgyhogy igazából vágjunk bele a dolgokba. Ciao. Csücső. Na hallod, ahogy eladtam a izét, tombolát. Na, igen. 14 ezerért eladtam. Szuper. Most kinéztem magamnak a Nissan Silvia S15-öt. Azt én is akarom. Yes, 17 ezer az, most van ugye 14 ezeren, még ezt eladom. Egy 12-ért akkor már meg is van. Na, király. Igen, igen. Csöcső. Csöcső. Tegnapi csihibuhiba egy kicsit elfogyott a lőszerem, úgyhogy mindjárt pótolom. Jaj, jaj. Hello. Csomé. Cső. Na, mi történt veled? Ez nem tud vezetni. Ja, de hogy is nem tud? Hát nem. Kerek perec, egy pillanatok a házba. Mindjárt jövök. Egyébként... Mondjabát ki fogunk menni a zére. Mi a faszonga? Jagátra, vagy arra a dokkokhoz. Mondjuk, hogy papival néztünk egy helyet, az úgy jobb a gát egyébként. Jött, le tudjuk izé durantani. Hát, jó. Ja. Mikról van szó. Ja, ja. Csak hogy... ugye most ami... Miért is fogjuk lelőni? Ó, Isten. Hát tulajdonképpen azért, amiért így egy szó nélkül kb. Nekem hazudott, hogy hova megy, és pakolgattak kifele random embereket, munkásokat. És még pont ezért basztattuk a kibaszott plácot, hogy kipakolják a csórókat. Aha. Hát az komoly. Most már egy így is tudok róla. Melyik legyen kettő közül? Hát, a gát az egyből lebuktatós, meg kiderülős, menjünk csak el vele a izére, kikötőbe. Megmondjuk, hogy, sőt, igazából mindenkinek megmondjuk, hogy itt van valami, amit meg kell keresnünk. Aztán valahogy rábírjuk Mike-it, hogy mesélj el, hogy mi történt tegnap. Hogy az ő szájából is hallja mindenki. Mm-hmm. És akkor ugye megmondjuk, hogy tagfelvételnél el lehet mondva, hogy egyetlen egy hibát lehet véteni. A hibától függ a szankció súlyossága, és ez egy olyan hiba, hogy egy vadidegennel megy el embereket pakolni, amit ugye említettél is, hogy a Blatt is ezt csinálta, és ezért is szártunk rájuk. Ez még egy dolog. A másik nagyobb probléma az az, hogyha nehogy Isten ezen a haverjával, mit tudom én, beülnek valahova piálni, és esetleg kicsi Mike-nak megered a nyelve. Aztán olyan dolgokat mondan, ami számára ilyen válsepregető semmiség, viszont lehet, hogy annak a haverjának meg egy olyan kulcsot ad a kezébe, ami nekünk lehet, hogy a végét jelenti. Úgyhogy ezért is lett ugye meghozva, hogy ha valaki ide belép, akkor nincsen olyan, hogy rajtunk kívül mással haverkodik. Csak velünk lehet együtt mozogni, meg csak velünk lehet haverkodni. Ez így van. Úgyhogy igazából ezt ő nagyon elcseszte tegnap, aminek most majd meg lesz a bőtje. Igazából 7 órára kellett volna itt lenni az embereknek, hát lassan itt lesznek, szerintem addig vegyük ki az autókat. Lehet, hogy azokat az autókat, amiket használunk, illetve sokszor használjuk rablásnál, lehet, hogy át kéne színezni.
Mert ugye a rendőröknek tudtam, hogy semmiük nincs a kezükbe, konkrétan ellenünk. Viszont folyton ezekkel jönnek, hogy a zöld autó így, a zöld autó úgy, hogyha csak azokat, amik... Fenőszín. Amúgy tényleg az. És hiába mondjuk, hogy ez csak egy szín egy autón, tehát bármelyik autó lehet zöld. Nem nagyon akarják ezt így elengedni. Nem tudom, hogy ez egy jó ötlet lenne-e. Fessük sárgára! Jó, különböző. Ezt én akartam adom. Is mondani. Sárgára is egy kis limonádé gyöngyhálat neki. De ez mégis valami kis... Azt mondjátok, kis mexikói vágasz? Azt mondjátok? Nem, én azt mondtam, hogy fessük sárgára, nem ugyanaz. Oké. Okay. Ez a mexikói vágasz. Persze, meg Kawasaki zöld, meg Ferrari piros, meg faszom, hogyne. Én amúgy csak annyira gondoltam, hogy kapnának, most az baj, nincs itt a Mazdán, de a Mazda az fekete krómot kapott, és azon van zöld gyöngyház. Jó, faszok, hogy olyanra, mint a tiédét, és akkor téged fognak baszogatni. Ó, hát én azt megvárom, amíg engem baszogat a rendőrség. Ugye elkezdjük megkeresni. Most nem akartam nagyképű lenni, ne arra úgy, csak nem nagyon van velük úgy problémám. Azaz kemény, hallod, banda tagfelvétel van, és kiírja a telefonszámot. Hívjuk már fel, hogy milyen bandáról van szó. Mikey amúgy úton van. Akkor jó. Most akartam kérdezni, nem mondjuk el megkeresni. Még fog valaki jönni egyébként? Nem tudom, nézd már meg a szabadbást, akkor. Itt vagy, Mikey? Itt vagyok. Na, zsír, akkor öltözzél. Zeljét kártam. Kéne megnéznünk a csontoskát. Hát az a baj, hogy most a PD miatt én nem mernék oda menni, mert tudod, szerintem zöld sem. Autó, zöld autó, akkor lőjünk rájuk. Hát de aztán... mondjuk a szerelőterepre fölnézhetünk. De most nem úgy van, hogy drogot készítünk. Ja, de meg kell néznünk, van egy... Melózni. Ja, van egy hely, ami... Utána megcsináljuk. Kikötőnél körül kell nézni, és akkor utána elmegyünk csontos fele. Mindjárt ráírok, hogy mi van vele. Jó. Megvan! Ezt az ipsét kerestik! Ezt ott van! Ma van faszomba megy a Mikey. Még mindig nem mentél fel a rágyóra? Tessék? Nem mentél fel a rágyóra még? Még nem. Jó, mert itt az ipsa, akit kerestünk. No surfing, itt van. Ja, már megijedtem basszus, már láttalak fölmenni, de már le nem jöttél. Na Mikey, hogy volt ennek? Szerintem. Kérdezte azt hiszi, hogy volt a tennapi nap. Én azért csak válaszolnék. Tegnap? Megint bazdnek idejöttünk a vízhez, és túl hangos lesz a víz. Hát hogy mivel rádióztál be nekünk? Meg hogy nekem mit mondtál, mielőtt elmondtuk, hogy hát, lesz. Nem az a lényeg. Sötögettél? Hát mi történt? Hát egy havarommal elmentünk kirabolni emberként. Azt miért? Hát mondta a haverom, hogy csináljuk, gondoltam, hogy nem lesz jó ötlet. Csak belekeveredtünk. És kért fasz ez a haverod? Hát nevét nem tudom, de te a számfonszámát tudom. Hát, az a telefonszám az érdekelne. Jó. Valaki felírja azt a számot? Persze. Keresem. Jó, most csak felírja. A telefon, várjál csak papírra. Na, teljesen jó a papír is. Az is jó, hogyha többen felírjátok, inkább legyen meg. Majd később megkeressük. Hallgat le. Várja, keresem, meg van 981 kötőjel 4397. Nagyszerű. Ja, és akkor és... ő a névtelen. Ja. Az baj. Na mindegy, igazából. Azt majd kiderítjük.
Itt a fő probléma az az, hogy ugye amikor ide, hogy is mondjam, fogalmazzak, befogadás történt, akkor ugye el lett mondva, hogy nincsen külsősökkel semmiféle kapcsolattartás, csak együtt mozoghatunk, csak mi vagyunk egymásnak, senki más. Erre te olyat csináltál, amit a Blác is csinált, és ami miatt a Blácot folyamatosan elkaptuk. Hát ezt elcsesztem. Hát ezt el. Ugye azt is elmondtuk, amikor fel lettél véve, sőt, amikor mindenki fel van véve, hogy egyetlen egy hibázási lehetőség van, és azon az egy hiba a lehetőségen belül, ugye több ponton tudjuk megszabni azt, hogy milyen szankciót érdemelt a vétséged. Na most, amit te elvétettél hibát, az a legsúlyosabb vétség igazából, mert akármennyire, tehát egy név nélküli haveroddal voltál, bajba keveredtél, ezzel ránk is bajt hozhattál volna. Most mindegy, hogy nem voltál kolorba. Ez akkor is egy akkora hiba, ami fölött nem tudunk szemet hújni, és egy ennyivel ezt nem tudjuk lerendezni. Hát azt, ja. És azt én még megkérdezném, hányszor csináltál eddig fasságot? Mármint most erre a rablásra gondolsz, vagy így alapból a hülyeségekre? Alapból eddig hány hülyeséget, persze hány fasságot csináltál? Hát a rablást ez volt az első, de amúgy meg sok mindent elcsesztem. Te akár számomra, de ez a sok minden, ez nem egyetlen egy dolog. Szóval örüljél, hogy még csak most jutottál oda, ahova. Igazából ez volt a legnagyobb csepp abban a bizonyos pohárban, ami ezzel az egy cseppel, ezzel nem hogy csúrig lett, hanem már ki is ömlött. Úgyhogy igazából én a saját időnket nézem, illetve azt tartom szem előtt, nekünk millió egy dolgunk van még. Én igazából nem kívánok erre az ügyre több szót pazarolni. Ezt olyan szinten elcseszed, hogy egy gravírozott golyó lesz a jutalmad. Remélem, hogy ez így tiszta sor. Hát, igen, megérdemlem. Illetve én még előtte azt mondanám, hogy partira mutatok, és akkor után megkérdezem Mikey-tól, hogy melyik kezeddel vetted el a pénzt, kajáját, vagy bármiét attól az embertől, akiket kipakoltatok? Ezzel. Papi? Tessék. Te jössz. Bal? Hát azt mondtad, hogy bal kezével pakoltak ki az embereket, igen. Te vágod az ujjam? Több a kezem, vagy mi? Hát így a csukló szerintem. Na ezt neked, Mikey. Fúj. Na még gyorsan gyere. Na gyere. Tiszta még járni. Még csak hasadra került a kés, még egy újadba. Odaálljál fel. Csak így a sarkára. Adios! Hát, elnyerte a hullám. Na, hát hogyha ez kell, akkor ez lesz. Ez ilyen. Basszus, meg az ujját idehozom. Hát ezt rakd el. Lassan a nyakránc lesz belőle a papító. Az biztos, hát lassan meg lehet egy befettes üveg. Aha. Felnézzünk akkor csontosod, aztán utána menjünk drogot csinálni. Bassz. Hát jó van. A yard. Semmi baj, hogyha utánunk jön, akkor lehúzódunk.
is jön utána. Lehet, hogy megállunk itt a Szantosnál. Az hozé volt? Nem, esküszöm, hogy nézett ki, mint hozé. Menjünk át, nem? Oké. Okay. Ja. Várj, bezárom ezt a szart. Elméletileg itt nagy buliba volt, most nem tudom, ez a valami. Igen, azért jöttünk ide. Itt semmi. Az egyik autó az itt néhány sorokra lejjebb beállt a házhoz és kiszálltak. Ő jön, ha? Rendőr, nem? De is van zárva, Csonti. Lehet, hogy rendőr. Hát jó van akkor. Hát ez nyitva volt. Vagy nem írták ki, hogy beszálltak? Most be van zárva. Mi buli volt az emlőkocsiban? Ki ez a sok autó? Mi a fasz folyik itt most? Szeretnek minket az emberek, hogy nyertek. Tényleg, hogy nyitottak csatoskát. Zárok vagyunk, vagy mi a szar? A legnagyobbak. Ott is egy autó az van. Amelyik... Kapom, hogy jön lassan csak a repülőről. Amelyik... Még egy autóban. Mi az... a fasz van? Azt szerintem az rendőr. Az tudja, hogy az rendőr. Tisztelet, maga itt volt az előbb az incidens? Köszönöm. Nem tudjuk, hogy hallottuk, hogy nem szabad idejönni, és érdeklődünk, hogy mi volt. Olyan punok bántanak minket, vagy semmi. Miért bántanánk? Nem tudom. Csak kicsit sokan vannak és körbevettek is. Nem vagyunk sokan, alig vagyunk egy páran. Az a fú, hát igen, itt voltam, fejbe lőttek egy pirosat. Ó, majd megint a pirosat. Kár. Menjünk haza szerintem. Vettem. Ugye otthon vannak a... otthon van minden, ami kell, ami fog. Figyelj, mert nem úgy volt, hogy át akarjuk fűzét fújni egy-két dögöt? Ha már úgy is itt vagyunk. Várjál. Ja igen, az... Biztos, hogy most kéne, mikor az rendőrök itt néz elő. Bocsánat, nem akarok beleszólni, srácok. Mindjárt 8 óra van, és a Joker minimum fél óra. Sietik én azzal, hogy aki 9-kor év, akkor tudjon is. Jó van igazából. Hát az neked egy fényezés? A fényezést az bárki meg tudja majd csinálni, adunk rá pénzt. De gondolatnak jó volt amúgy tényleg. Kár, hogy a kocsival nem lehet beállni. Adnám. Vagyis, hogy de, be lehetne állni. Szerintem itt, ami itt van kerítés, az kidönthető. Melyik? Hol vagy? Ja, ott vagy. Az ott. Az lehet, hogy kiüthető kerítés. Hozzam a kocsit. Hát, próbáljuk meg, és akkor nem kell annyit rohangálni. Azt mondod, az kiüthető? Tudom, az simán kivihető, igen. Hát bízunk benne. Mindjárt meglátjuk. Hú, Bandi, vigyázz, nehogy elüssön. Látom. Hallom, vagy érzem. Addig jól, amíg nem érzem. Már fáj. Azért megfogázva nem neki. Oda néz, sima ügy. Azt már hívjuk szerelőt. Álljam előrébb! Ne! Állj előrébb, az... Ajaj! Oda néz! Profi sofőr! Igen. Hát rendesen... Szálljál már ki belőle, jó égány, jobb! Nézd meg! Szálljál már ki! Tökéletes! Ajtónak tolass neki, hogy ne csukodjon be! Csak eligy az ajtóba, mert nem tudunk különben bemenni, bozd meg! Menj már innen te is, hát a faszom! Nézd meg! Ezt mondom, nem hallnak, kell
Na jó, faszom van. Tehát milyen vagy? Hát nem lehet bazd meg bejönni. De nem. Kéne még egy ajtó. Direkt kinyitottam az ajtót, hogy tolass neki, hogy ne kelljen kitogatni. Ajtó van. Nézd meg, bazd meg. Ja igen, csináljuk hogy azt. Hogy kolassa be, hogyha nem engedi. Igen, menjünk körbe-körbe, jó? Csináljuk azt, hogy amikor bejövünk a széfhez, akkor a széfhez vezető rövidebb úton közelítjük meg a széfet, és az asztalt megkerülve jövünk ki. Bonzi, szállj már ki abban a kurva autóból, bazd meg, de tényleg, hát nem hiszem el! Mi történik? Bazd meg, és jön, és megy, és nézd, mindenkit előtt, bazd meg! Ja, be akarsz tolatni? Igen. Ó, értem. Be fog azt férni? Gyere, gyere, bezézni! Állj meg! Ez idióta. Ez kész. Csak ne szállj ki. Nem, nem sokkal könnyebb. Szerintem gond lesz, hogyha izé. Na, és már nem akadunk össze. Piros irány. Ó, 1500 ember a szutyomban, hát ez halál. Hagyod már, ketten bónuszból szedtük, bazd meg. Jó, papá. Na, olyan kemények vagytok. Le a kalappa. Papi, amarra menj, amarra menj. A hosszú oldal felett távoz. Jó, jó, oké, okay, oké. Okay. Aki, ja, ő ilyen. Ő már öreg és nem bírja a hosszú távot. Jó, oké. Okay. Új, bazd meg. Most indulj meg, Bonz. Kifele. Nem jött? Nem, semmi? Hallod, nálam itt zárva van az ajtó, hogy be van csukva. Ó, szarad. Ki készítesz? Na most próbálkozzál vele? Ó, ó. Ajaj, gond van. Most ne, kicsi. Ki nem mozdul? Nagyon jó. Várjál, menjetek az ajtóból. Ez most be van zárva, azt várjátok. De miért csuktátok be, Geszi? Kinyitó. Nem igaz, nem én voltam. Miért kell rám fogni? Szeszi, mi zomán? Távol, biztos távolból figyelem az eseményeket. Szerintem. Hopp, hopp. Ajaj. Hoj! Oh-oh. Nick? Monsztot arakta a falhoz. Az ajtó szerintem a rohadt nagyot rád vert. Nem úgy vagyok, szerintem kocsi jobb oldalán, de... Az baj. Az baj. Itt a bokorban. Hát én ott látlak a fönti bokornál. Jaj, felállok. Oh. Az a lényeg, hogy ezt még egyszer nem kell jutni. Felállsz? Igen. Igen, mondok, hogy pedig gyakorlok egy kicsit. Ah, jó van. Ne, ne, tudj jobban össze. Jó, geci. Na, akkor a cucc megvan. Akkor menjünk a többi autóhoz, aztán indulhatunk. Menjünk, haladjunk. Jó, már beteszem. Beteszed? Akkor nem nézek oda. Hát igen. Elfordulunk, elfordulunk. De azért kíváncsi vagyok, hogy hova teszel be. Fajn fordul vinni. 9-et ebből, 6-ot abból, és akkor simán 3-at lehetett gyártani. Nem kellett itt ezt észpakolni. Én ötösséget gyártottam. 25 kokain port. Jó, ne vágjál fel. 5 kénysav és 10 keményítő. Jó, majdnem kb. Is így csináltam. Persze, én is. A tartály berobban rá leve? Ez be. Tűcs fő robban. Igen, igen, ne próbáld meg. Többi meg valamennyi kell lesz majd még a izének is. A haladoknak, meg nekünk is. De még csinálni kell lesz, mert ez kevés lesz. Csak kell lesz még alapanyag. Papi, milyen kemény lett a Volvo így feketén. Ja, most próbálna beladni. Sittes.
Max 18 ezer. Csórikám, hát remélem sikerül megszereznie. Papi, nyomjad. Mit akarok mondani? Tehát én is csak 7-től érek föl, de hogyha ti elkezditek, akkor mi utána be tudunk csatlakozni, azt szerintem belefér, nem? Hát, hú, nem tudom. Ez jó kérdés, mi? Baj, jó lenne tudni a dolgokat nektek is, és hogy tudnátok meg? Baj, hogy én ezt holnap reggel, előtt nem tudom meg, hogy hol megyek, holnap megyek. Jó, de meg kéne tudnatok a dolgokat, hogy ki hova megy, meg minden. Hát igen, jogos. Ja, ja. És ez így nem jó. Ez nem, és ez már holnap lesz, szóval ez már most lefújja. Ó, papi nagyon telefonál. Csak sikerül neki megvenni az autót. Na, papi, mennyi? Megvan a pénzed? Megoldjuk. Na, tényleg mindjárt elköszönöm, hogy megvárom. Hát 12-jét adta le izét, nem izzunk. Na mi van? Megvan? Hát nincs rá még meg a pénz, hogy mert adom a Volvo-t, akkor meg lesz megtartja nekem addig. Mennyi ez? Ja, kölcsön van 7000. Nem, most nem arról van szó tényleg. Mennyi hiányzik? 5000. Összesen. 5000 hiányzik, és megvan az izé, Szilvia? Ja, de nem, tényleg nem kell. Hát nem tudom, Nick, mit gondolsz? Tok már meg egy ötösse. Figyelj, szerintem 54 bőven legendő. Tényleg is, Mike-t is kisegítettétek. Így van, hozzuk el azt a Nissan-t. Tényleg az visszapattintott a zsit? Engedjük el, most nem azon a... Jó, oké. Jó, tényleg nem azért mondtam. Hívd fel a csávót. Jó, segíthet mindenképpen. Hozzá, mondom, hogy megvan a pénzt. Hozza publikba az autót. Nagyon durván, hogy megyünk. Csak azt gondolod, hogy full léptem. Basszom az élet. Hát a kell a lóvé, neki úgyis vissza fog jönniük. Hát jó. Csak lehet, hogy még egy panánkát is serélnie kell, hogy én nem tudom. Ó, nézzetek már oda, motorosok. Azért bepróbálták, hogy 2000-re többé. Na most ide jönnek. Gyertek? Bízom benne. Hát nincs gond. Nincs gond, tehát velük jobban vagyunk elmélet. Hol ez a nyomorult most már faszom? Nem kellett volna engedni a dash sételéget. De szerintem a izébe ment, csontosabba. Hát ott nálunk is van a benzinkúton, hallod? Hozhattunk volna basszát. Adásvételi, ja. Lehet. Igen, van. Adásvételi, néztem. De hogyha most nem jön vissza, tényleg. Ott van is 40 van. Dollárért, hogy mennyiért? Tisztelte, urak! Hello. Remélem visszatok. Csáu. Ó, nagyszerű. Hari, kedves tületek, köszönjük szépen. Épp egy autót próbálunk vásárolni. Na, hoppá, ott vesztek. Mi az S14? Hát nekem mikor nem bajuk szó? S14, igen. Ó, szépen. Jó, van az. Vasárnap. Azt hittem már nem jön. Nem mondok, hogy mindenki kordibál. Vasárnap lett bajuk szó. Vasárnap rendesen beküldtem. Hát ez egy ilyen újabb ilyen csapaton belüli elfoglaltság, mert most ugye legutóbb hajat módosítottunk, illetve fodrásznál voltunk. Aztán az az idő elmúlt, úgyhogy most egy páran csináltunk ilyen furcsa bajuszt, mint például az enyém is. Az is most feltűnik, elég elegáns. Ugye? Csak pödörni nem tudom sajnos. Tiszteletem. Hát persze, arra megyünk, de igazából az a bejárat. Mondjuk nem menjen szembe a forgalommal róla. Tehát, hogy a rendőrként tudnia kéne, hogy ez egy egyirányú út itt el. És arra fejlődik. Ez jó, de a direktor az elmondja, hogy milyen most rendőrség. Figyelj, most forduljon már. Azt még meg... Ő villog. Azt neki a fejem, idióta. Azaz, gyere ide és igazoltas le. Igazoltas. Igen, gyere, szállják ki, légy szíves, gyere ide. Mert unatkoznak és ránk néznek, és igen. Jövünk igazoltatni. Hát ezt ne is mondd, ezt ismerjük már.
Hát, ez ugyanaz, mint amikor odajönnek publiknál, és akkor így hello, csatlakozhatunk a bandába. Azaz, azaz. Ez komoly. Ismerős. Rajtunk van egy motoros mellény, van egy szerelőtelepünk, teljesen legál, ezt odajön, és így csatlakozhatok a bandába. Mondom, ezt miből szűrted le, hogy mi illegálisan csináljuk a dolgokat? Ez azt így, mondjuk ezt, komoly. Ő ezt így megszűrte, ezt az infót, vagy nem tudom? Lecsekkolta az impolát ott a sarok. Csekkolja. Igazából, ha kéri, meg le is írom neki a rendszámtáblát. Lefényképezem és elküldöm neki, hogyha úgy van. Sokra nem megy vele. Jó éjszakátok is. Csöcső. Héttől, ugye? Csöcső. Azaz, azaz. Oké, csöcső. Na, császtok nektek is mindannyian. Sumi, jó éjt.